100 éve hunyt el Zielinszky Szilárd, a századforduló és a századelő egyik legjelentősebb mérnöke. Hazánkban ő volt a vasbeton építészet megteremtője, aki megfogalmazta a mérnöki kamara megalakításának szükségességét. A neves szakember Máté Szalkán született 1860-ban. A város többek között állandó kiállítással is adózik emlékének, mellszobrát a Vármegyei Mérnöki Kamara közreműködésével 2006-ban állíttatta tiszteletére az önkormányzat. Hozzájárultunk Máté Szalka város a Zielinszky Szilárd Magyar Örökség díj oklevelének megkapásához és ahhoz, hogy Zielinszky Szilárd neve szerepeljen a Magyar Örökség aranykönyvébe. Ez is hozzátette azt, hogy a Zielinszky leszármazottak között lévő Zielinszky Tibor szobrászművész ajánlatot tegyen a városnak, hogy megcsinálná a szobrát Máté Szalkán ingyen, honorárium nélkül, ha a bronzbaöntés költségét a város vállalja. A megemlékezésen elhangzott, Zielinszky Szilárd volt a 100 éve 1924. márciusában megalakult Magyar Mérnöki Kamara első elnöke. Munkásságával sokat tett a szakma társadalmi megbecsültségéért. Zielinszky Szilárd alapította az első igazán működő mérnöki kamarát. Nyilván volt jogelődje, de ilyen szervezett rendszerű intézményt, mint a Magyar Mérnöki Kamara nem volt Magyarországon azt megelőzően. Hát az nagyon sajnálatos, hogy ezt rövid ideig élvezhette, hiszen 1924 kora tavaszán jött létre a Magyar Mérnöki Kamara, és ő sajnos 1924 áprilisában meghalt, de olyan példa, amit ma is lényeges a magyar mérnöki társadalom számára, hiszen nem másért küzdött, amiért még mi napjainkban is, nevezetesen a mérnöki munka, a mérnöki szakma elismertségéért. A koszorúzást követően a Magyar Mérnöki Kamara megalakulásának 100. évfordulója tiszteletére kihelyezett elnökségi ülést tartottak a Máté Szalkai Képes Kávéházban.